2012-ben jött létre a Diósi Lauráért Alapítvány, mely egy mozgássérült szadai diáklány ápolását, nevelését, mindennapjainak megkönnyítését segítő non-profit szervezet. Az évek során példás összefogással több jótékonysági napot is szerveztek Laura javára, ezúttal pedig közhasznú feladatok ellátását is célul tűzték ki. Ennek érdekében nemrég egy speciálisan kialakított autót újítottak fel, mely kerekesszékes személyek egyszerűbb utazását teszi lehetővé. Ez az autó egy 2005-ös évjáratú Fiat Doblo, egy úgynevezett magas tetős változat, amit Svájcban a Warpel nevezetű karosszéria műhelyben alakítottak át. Ők kifejezetten ezzel foglalkoznak, hogy mozgássérültek szállítására családoknak alakítanak át autókat, és sokkal komfortosabb, mint mondjuk egy busz vagy egy kis teherautó. Ez az autó Svájcban egy balesetet szenvedett, amiből sérülten került be az országba, úgy egy barátom által, aki azt mondta, hogy ezt nézd meg, mit hoztam neked, és abszolút derültékből villámcsapásként egyszer csak célokat teremtett ez az autó előttem, és javítás után még az importáló cégnek a nevén van, ahonnan mi tudjuk ezt az autót először bérelni, és szépen folyamatában van az, hogy saját tulajdonunkba kerüljön, de korlátlan fennhatóságunk van a járműben, úgyhogy azokat a feladatokat, amiket a későbbiekben ezzel el fogunk látni, már abszolút élesben tudjuk gyakorolni, és örömet tudunk vele adni. A jármű 5 személyes, vagy egy nagyon pici átalakítás után, ami azt jelenti, hogy a hátsó osztott üléssort kell félben előrehajtani. Onnantól kezdve 3 személy plusz egy kerekesszékes személy szállítására alkalmas. De ezeknél a járműveknél nagyon fontos paramétereket képvisel maga a rögzítés. A közlekedés felügyelet csak úgy engedi forgalomba ezeket az autókat, hogyha az előírásoknak megfelelő szállításhoz kialakított rögzítési pontok vannak, amik teljes egészében, hogy amikor beépítésre kerülnek, akkor minősített alkatrészek, amik az autóba kerülnek. Majd elő van írva, hogy balesetnél mik azok, amiket cserélni kell. Például 2 rögzítőheveder ilyen majd 100 000 forintos nagyságrendre rúg, de ezek is ki vannak cserélve az autóban. És aki egy rászorulóval sérültel együtt él, és azt autóval próbálja mozgatni, akkor előbb-utóbb rá fog arra ébredni, hogy az egészsége az nem biztos, hogy olyan sokáig fog szolgálni, mint amíg elvárná tőle az élete. Az emelés az, amivel, hogyha az emelést kiváltjuk, akkor onnantól kezdve komfortosabbá válik az utazás. Ez az autó úgy van megcsinálva, hogy a hátulját kinyitva egy rámpát lehet lehajtani. Majdnem 15 centivel van mélyebbre állítva, vagy mélyebbre építve a padlólemez, és ezáltal nem magas a rámpának a terepszöge, nagyon kényelmesen be lehet állni a kerekesszékkel, akár mechanikus, akár elektromos székkel, azt ott helyben rögzíteni. Utána még biztonsági övekkel a személyt is rögzíteni az autóhoz, úgy, hogy a kerekesszékben ül, és ezzel létrejön a biztonságos utazásnak a feltétele. A hosszú távú terv az, hogy mint az alapítvány neve is, Diósi Lauráért Alapítvány, egy kicsit személyre irányul. Viszont a közhasznú minősítést megcélozván a lányomnak ez munkahelyet is teremthetne, és megadatna neki az élettől, hogy rászoruló, de ő is segíteni tud rászorultaknak. A távlati tervek azok ezek, hogy önáll a internetes felületen meg lehet igényelni az autóra az időpontot, majd ha semmi akadálya nincs ennek, akkor a jármű tulajdonképpen előáll, és a szállítandó személy kedve szerint oda megyünk vele, ahova ő szeretné. Természetesen itt most nem 2 hetes európai körútra kell gondolni, hanem olyan akár orvoshoz, akár segédeszköz próbára való közlekedéshez, ami mondjuk egy műtét után elég problémás lenne, még akár saját autóval rutinos segítségekkel is, de erre a struktúrára épülne föl. Az autónak, mint minden más járműnek, az üzemeltetése természetesen költségekbe kerül, úgy amortizáció, úgy üzemanyagfogyasztás, és a személyek, akik vezetik, egyelőre én vagyok, de néhány ismerős szintén karitatív célú felajánlást tett úgy, hogy ő is jönne vezetni.
Ha viszont meghaladja mindenkinek a vállalását, akkor onnantól kezdve akár még egy sofőrnek a fizetési költségei is a szállítási költségekbe fognak beleépülni, de mivel hogy non-profit szervezet vagyunk, ezért ezek nem ideális és nem profitorientált támogatások. Természetes, hogy abban a pillanatban, amikor az autó hadrafogható volt, becsomagoltam a családot és fölautóztunk Vácra. Hát a lányoknak nagyon tetszett hátul. Ezen felül a településünkön is él néhány olyan sorstárs, akik nagyon nagy hasznát vennék ennek, és ha körülnézünk közel és távol, szinte bárhol találhatunk néhány olyan embert, akinek hatalmas segítség lenne alkalmi kiállásokkal is segíteni így az életét. Az autó 2016. május 31-én debütált. Közszélú feladatot szem előtt tartva a feleségem egy régi általános iskolás osztálytársát fogjuk bevinni Pestre, és a Citadellához tervezem, hogy érkezünk. Ez egy céltalan út lesz, úgyhogy ő még sosem járt itt, és nem hinném, hogy bármelyik délutánra is tervezni azt, hogy ő most autóba ül, és akkor fölmegy körülnézni Budapest tetejére. Szia, Marian! Szia! Megbeszéltük, hogy az első kerékkel feljössz ide. Igen. Megállsz, és akkor el a többit nyújtkezem. Na, még egyszer. Molnár Marian több mint 30 éve éli kerekesszékben mindennapjait. Hasonló helyzetben vagyok, mint Laura, így ezáltal egy kicsit úgy jobban belelátok az ő életükbe. Nekem 4,5 éves koromig semmi bajom nem volt. Én a világ legrosszabb gyereke voltam, igyekeztem mindent kipróbálni, amit lehetett. Az ujjamat eltörtem, szétvágtam itt a homlokamat üveggel, tehát én mindig minden rosszba benne voltam, kerítést másztam.
és egyik pillanatról a másikra fájt a hasam meg a derekam, és órákat voltunk egyik orvosnál, másik orvosnál, ide mentem kórházba, oda mentem kórházba, aztán úgy gondolták, hogy meg kell műteni, mert valami van a gerincemben, és sajnos nem sikerült, ezáltal lettem kerekesszékes, és a nap 24 óráját tulajdonképpen, illetve az ágy, ami még használható, állni egyáltalán nem tudok. Igazából úgy 99%-ban önellátó vagyok. Úgy van megcsinálva a lakásom is, hogy lehetőleg kevesebbet kelljen segíteni, de az a nagyon minimális, azt a tesó még segítenek egy házba, de külön háztartásban élünk, és ezáltal ők tudnak nekem egy kicsit segíteni. Az autó az elég nehéz megoldás, főleg olyan, amelyik kerekesszékkel együtt be tudok szállni az autóba, hogy ne kelljen ki, mert egy személyautóba be kell ülni, át kell emelni magam oda, akármilyen kerekesszéket nem tudok használni, az önhajtós kerekesszékben nagyon kényelmetlen ülni. Tehát az egy nem igazán jó megoldás. A tömegközlekedés azt iszonyú nehéz megszervezni, hogy biztos alacsony padlós legyen a busz, vagy ha vonattal megyek, akkor azt már pár nappal előtte le kell beszélni a vasúttal, hogy biztos, hogy legyen emelőszerkezet a vonaton. Tehát nagyon nehéz megszervezni. Meglepő volt, hogy ennyire biztonságos. Én még ilyen biztonságos autóba soha nem utaztam. Tehát mindegyiknél volt olyan, hogy ki volt valamilyen szinten kötve a kerekesszék, vagy körbe volt támasztva, hogy nehogy felboruljak, de ennyire biztonsággal utazni még soha nem utaztam. Tehát abszolút ajánlom mindenkinek, aki biztonságba szeretne utazni. Abban reménykedem, hogy esetleg majd a jövőben lesz akkor a lehetőségük, hogy több mozgássérülten is köztük engem is tudnak majd szállítani. Legalább, ha csak egy-két órácskára elhozni, egy kicsit kikapcsolódni. Mert sokat jelentene pihenés szempontjából is, és egyáltalán a mindennapok után jól esik az, hogyha az ember kimozdul otthonról. Szállítószolgálat, ami ilyen, mint Attiláéké is lehetne, hogyha ezt elfogadnák, akkor ez nagyon-nagyon jó lenne. És nagyon ritkán előfordulna, hogy csak egy rövid útra, például ha bármi adódik a kerekesszékkel, akkor útközben tudjak telefonálni, hogy most oldják meg, hogy meg haza tudjak jutni, mert sokszor ez is nehézkes. Tehát volt, amikor defektet kaptam, és órákba tellett, mire találtam valakit, aki hazavitt, és természetesen ugye horribilis összegér, és a kirándulások, amit nagyon sokat számítana. Budapesten is van még pár hely, ahol nem jártam, de az ország területén is nagyon sok szép hely van, ahová nagyon szívesen elmennék. Valahová vissza is mennék, Nyíregyháza, Sóstón egyszer voltam, és az szenzációs volt, oda például szívesen visszamennék. Marian és a Diósi Lauráért Alapítvány között egyébként kölcsönös segítségnyújtás működik, hiszen Marian aktív szerepet vállal az alapítvány népszerűsítésében. A Facebookon mindenféle jellegű fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos cikket szoktam megosztani. Van, amelyik csak éppen ilyen szórakoztató, van, amelyik kifejezetten ugye az élet dolgairól szól, és igyekszem ezt tovább is folytatni, és hogyha Attila esetleg megkér bármire, amiben még tudok segíteni, bármiben nagyon szívesen. Tehát, mint most is ugye próbálok a kupakgyűjtésbe is részt venni, most már, hogy a munkahelyem van, itt is nagyon kedvesek és figyelmesek, úgyhogy aki teheti, ők mindenki hozza a kupakokat. Most is vár egy jó nagy szatyor otthon majd, és átadom Attilának, mikor hazamentünk. Hát ez a Gellért hegy egy csodálatos, de még most voltam itt először, úgyhogy ez egy nagyon nagy meglepetés volt, és egy csodálatos újdonság volt, úgyhogy itt nagyon jól nézett ki végig minden, és a látvány az meg szenzációs.
Az érkezés előtt derült ki Marian szeme, hogy hova jöttünk, és akkor mondta mosolyogva, hogy ő még itt soha nem járt, és nagyon szeretett volna eljönni. Hát akkor éltem át azt, hogy öröm adni. És tulajdonképpen erre van kihegyezve ez az egész projekt. Ezt szeretnénk vele a továbbiakban is nyújtani, hogyha valaki igényt érez magában egy hasonló élményre, akkor ez nem elérhetetlen, hanem most már tárgyi eszközök megvannak, a rutin majd szépen menet közben kialakul, de összegezve az egészet, hogy szerintem egy nagyon gördülékeny, nagyon jó kis út volt ez a ma este. A Diósi Lauráért Alapítvány tehát rendelkezik kerekesszékhez kötött emberek szállítására alkalmas, speciális autóval, mely az alapítványnál igényelhető hosszabb, rövidebb távok leküzdésére.